napot kívánok! Sok szeretettel üdvözlök mindenkit élőben Argentinából. Bár kicsit ezt is fogok kimondani, hogy élőben, mert önöknél délelőtt 9 óra 45 perc van, és viszont délután 2 és 30 volt. Tehát a technika csodája, hogy így tudunk jelentkezni élőben, és ami nagyon fontos, hogy élőben jelentkezünk. A nézők viszont nem tudják, hogy miért is jöttünk ide. Elmondom gyorsan, hogy azért jöttünk Argentinába, hogy megtaláljuk a dzsungel királyát és királyt. A legnehezebb feladat mégis az volt, hogy megtaláljuk a 7 legmegfelelőbb tanár arra, hogy egy napon keresztül itt éljenek egymással a dzsungelben. Állva a hideget és meleget. Látván a listát sikerült megtalálni azt a 7 tanárt. És amit még el kell mondanunk, hogy önök befolyásolják azt, hogy ki legyen a dzsungel királya és királynője. Ragadják meg telefonjaikat és küldjenek SMS-eket a 0640 123 456-os telefonszámunkra, ami megjegyzem emelt díjas szám. Mivel a kedves tanárok előtt egy motelben szálltak meg, ahol mindenféle kényelemnek részesei lehettek, hogy érezzék a különbséget, a kontrasztot a két helyszín között. Most pedig ne is fecséreljük tovább, bemutatnánk a tanárokat. Fonyó Lajos. Fonyó Lajos vagyok, 48 éves, házas, családokban, hobbim a sorozatok konvergenciája, egyszerűbben fogalmazva a differenciál számítás, szabadidőmben teljes indukció módszerével könnyen megoldható feladatokat végzek, és hát a sors pikantériája, hogy itt lehet. Porkolát Dezső. Jó napot kívánok, Porkolát Dezsőnek hívnak. Hát a koromat nem árulhatom el, fit vagyok, az a lényeg. Mindig is éreztem, hogy jó érzékem van a kerek dolgok irányításához. Hát innen is jött a röplabda. Hát szadista hajlamaimból kifolyólag a testnevelő tanári pályát választottam. Ismert nevem, mosolygós gyilkos. Úgy gondolom, hogy én leszek a dzsungel királya, majd megmutatom ezeknek, hogy ki itt a Tarzan. Anna vagyok. Régen, amikor szép és fiatal voltam, elárultam a koromat. De mivel most már csak szép vagyok, ez titok! Kedvenceim a My Cream-es kenyér and the Coca-Cola. És nagyon nem szeretem a krétapor. Figyelj ide, mondok neked valamit. Az angol very fontos. Nélküle nem lesz belőled semmi. A nyelvvizsga és az érettségi mindenkinek kell. És figyelj, mondok neked még valamit. Jól jegyezd meg, hogy az ördög Prada-t visel. Következő tanárunk Tóthné Villányi Márta. Jaj, de régen láttalak titeket! Nagyon örülök! Jól van mindenki? Jól van? Oké, jó, örülök! Szóval... Tóthné Villányi Márta vagyok, gyakorlatilag történelem és könyvtárszakos. Van egy férjem, az OTP-ben dolgozik, és hát természetesen két nagyon jó képű fiam. Hát de nagyon jól néznek ki, ugye? Mint az anyjuk.
a vásárlást rühellem, gyakorlatilag a hugommal szoktam menni vásárolni, tehát azt is ördög és pokol, szóval igen. Ajánlom, hogy rám szavazzon mindenki a dzsungel királynője választáson, ugyanis a családommal otthon megbeszéltük, igen, szóval igen, hogy ha nem rám szavaz mindenki, akkor otthon véres számon kérés lesz. Markovics György. Jó napot! Markovics György, ott már is hagyjuk részt. Csak annyit szeretnék közölni, hogy aki nem szavaz rám, arra leállattak! Kérem, ha a gyermek nem mondják az igen, vagy különben elramlik! Magacska viszont igen, csak mutatós. Igen? Németh Rita! Jó napot mindenkinek! Németh Rita vagyok. Szeretem a lényegre törő dolgokat. Éppen ezért nincs idő felesleges fecsegésre. Mindenki mindent becsúk. A koromat sajnos nem árulhatom el, mert a személyes magánügyem. A feleletjegyedbe beletartozik az osztály magaviselete is. A számadatokat nem tudom, ha érdekel valami, nézz utána az interneten. Szakmai tudásom elengedhetetlen a műsor zökkenőmentes lefolyásához. Köszönöm! Szevasztok! Farkas László vagyok, 52 éves, de testem, mint egy 25 évesé. Véleményem szerint ennek az egész műsornak a színvonala zsenge. Le kellene mondanom, szivacs, nedves, tábla letörölve, ha nem jöhet is rendes a táblához. Mellszőrzetem kritizálása esetén az arcodban is vághatom, hogy te sem vagy kulom. Most pedig egy tanárnőink bemutatkoztak, a reklám vizeire elveszünk. Maradjanak velünk, azonnal folytatjuk. Krisztina, gyere el velem, légy szíves, a mosdóba! Helga, ne haragudj! Helga, ne haragudj, de nekem most történelmet kell tanulnom. Helga szíve ebben a percben darabokra tört.
soha nem gondolta volna, hogy a történelem fontosabb a barátnőjének, mint az, hogy elmenjen vele a mosdóba. Helga úgy gondolta, megkéri egy másik osztálytársukat, Angelikát, hogy elmenjen vele. Angelika, gyere el velem, légy szíves, a mosdóba! Jó, elmegyek! Helga, ezt nem hiszem el! Hogy teheted ezt velem? Hogy vagy arra képes, hogy Angelikát hívod el mosdóba? Nekem tanulnom kell a szünetben, igazán megérthetnéd. Nem volt más választásom. Helga is pontosan tudja, hogy a lányok nem járnak egyedül a mosdóba. Képtelen voltam ezt tenni. Ezt nem hiszem el. Helgával már 10 éve legjobb barátnők vagyunk. Soha nem hívtunk el mást mosdóba. Teljesen kihozott a sodoromból. Én nem tudom, hogy kerültem ide. Nekem csak pisilnem kell. Nézd, tesszőkém, Jani, Eugén, Janem, Lajoskám, nézd ezt a zseniális rugószert! Sós pikantériájon találkozhattunk ezzel a fajjal. Definiálnám, de erről eszembe jutott egy történet. Lajoskám, szerintem ez most nem ide tartozik. Egy új pókfajt véltem felfedezni. Úgy vélem, nevezzük el Német Ritánusznak. Írják? Írják? Hú! Magát csak kerekbe azonnal, mert magába botlak. Mi? A rossz kondi mi? Vége a szezonnak. Egész nyáron emeltük a poharakat, mi?
Na azonnal öt fekvő, gyerünk! Egy! Egy! Kettő! Na jó van, üljön le egyes! Ó, Rita! Nem lehet ilyen mocsokban élni! Zsenge, zsenge! Viszont én felírnék egy egyenletet. Gyerünk, 3 per 2, szoroza F, szer T, szer K négyzetem, osztva 4-el, egyenlő kiásatlan kút. Na jó van, Lajoskám, gyere törőd le a táblát! Thank you.
What does the fox say?